Nyaranta mindig csökken a véradási kedv, például a nagy meleg miatt, az allergia miatt, a szabadságok miatt. Olyan mértékben csökkent most, hogy például AB negatív vérből kifejezetten kevés állt rendelkezésre, A pozitív, A negatív, és éppen hogy csak elég volt. Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese vendégünk. Jó reggelt kívánok! Hívjuk fel a figyelmet erre a nagyon fontos problémára. Ráadásul megnövekedett az egészségügyi intézmények vérfelhasználása az elmúlt hetekben. Ez egy ilyen véletlen, szerencsétlen egybeesés, vagy ez szokott történni ilyenkor? Igen, ez egy véletlen egybeesés. Ugye augusztusban, július végén általában a felhasználás picivel alacsonyabb, hiszen nincs akkor aktivitás az egészségügyi intézményekben. Az elmúlt két hétben ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk, több kórházban megnőtt a felhasználás, több szertranszplantáció volt egymás követően, volt olyan hétvégénk, amikor 5 transzplantáció zajlott a fővárosi intézményekben, és ez a kettő együtt oda mutatott abba az irányba, hogy ha nem lépünk, akkor egy hét, két héten belül esetleg valóban előfordulhat olyan probléma, itt a főcímben láttam, hogy országos vérhiány, nincs országos vérhiány, azért vagyunk itt, azért tettük ezt a felhívást, hogy ne legyen, ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Mi van akkor, mi van abban a pillanatban, amikor önök éppen határon mozognak? Tehát akkor rendkívüli mozgósítás van, nem tudom, hogy ez-e a jó szó. Vagy az történik most? Igen, a hasonló. Ez most azt csináljuk. Igen. Most azt csináljuk, igen, most mozgósítunk. Az első lépés ilyenkor az, hogy azokat a már eleve megtervezett kiszállásainkat, tehát mobil vérgyűjtéseinket, ott megpróbálunk még egyszer, tehát a szervező még egyszer kimegy, még egyszer megerősít, hogy valóban eljön az, aki előzetesen jelezte. A következő lépés az, hogy elkezdünk célzottan telefonálni, telefonon megkeresni azokat a véradókat, akik már a nyilvántartásunk szerint alkalmasak véradásra. Az elmúlt két hétben közel 8000 embert hívtunk fel, hogy jöjjön el vért adni. Ennek körülbelül fele meg is ígérte. Mit kap már, bocsánat, egy véradó, mi motiválja? Igen, édesapámnál a sör és a virsli az egy nagyon-nagyon ösztönző erő volt, mert akkor a bányásztársaival együtt mindannyian elmentek, és akkor együtt adtak vért. Sőt, a sorkatonák akkor mehettek haza régen állítólag, hogyha adtak vért, és munkaszüneti napot kapott az a megvállalatoknál? Két nagyon magas labda, egyik a sorkatonaság, nincs. Tehát nincsenek azok a nagy közösségek, ahol viszonylag, tehát nagy ember, tehát sok ember kis helyen motiváltan vért tudott adni. Tehát azért sokkal... a motiváltan van a hangsúly, mert nagy közösségek most is vannak, munkahelyek. Jó, vannak, de a nagy közössége, a nagy közösség például elmegy az Adriára nyaralni. Hát például, de azért, ha meggondolod, hogy mikor tényleg voltak, amíg volt a sorkatonai költség, vagy voltak ezek a nagyon a bányászok, vagy voltak a nagyon nagy üzemek, sokkal kevesebb nagyon nagy üzem van, tehát sokkal több kisebb munkahely van. Egyébként a nagy üzemekben mai napig is vannak szervezett véradásaink. És mit kapnak cserébe? Nagy úr, így van, tehát nem engedjük el, van virsli, van sör. És munkaszüneti nap? Munkaszüneti nap egyébként a jogszabály lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy 4 óra munkaszünetet biztosítson a véradásra. Igen, biztos. Egyébként azt kell mondani, hogy sok munkáltató érezzel, és a nagyok. Tehát a nagyobb munkáltatók inkább számukra fontos. Itt a motivációra visszatérve, ugye sok-sok éven keresztül, évtizeden keresztül a motiváció az, hogy igen, segíteni másoknak. Valahogy azért ez úgy, segít a virslisör, bocsánat. Valahogy ez úgy jött. Eljutunk a virslisörig is. Most egyre jellemzőbb Európában és Magyarországon is, tehát a fiatalabb generációban ez egy picit átalakul, és ezt számukra inkább az a fontos, igen, én része vagyok a társadalomnak, a közösségnek, ez egy valamilyen közszolgálat tulajdonképpen, hogy igen, én elmegyek vért adni, és ezt szeretnénk erősíteni, mert gondoljunk bele, nagyon helyes. 250 ezer ember ad éves szinten vért Magyarország. 2,5% tartja el, ha szabad így fogalmazni, biztosítja a 10 millió ember. Mennyit szoktak? Körülbelül egyébként ennyi, picivel magasabb, körülbelül ez az átlagos aktivitás Európában. Ha már mozgósítás, akkor így a beszélgetés végén gyorsan mondjuk el, ki adhat vért? És ki nem? Ki nem. Sokkal többen adhatnak, mint nem. Mert aki elmúlt 18 éves és még nincs 65, vagy ha még soha nem adott vért, akkor nincs 60.
a súlya legalább 50 kg, és egészségesnek érzi magát, akkor bátran jelentkezzen véradásra. Van egy kérdésem, magyar állampolgár adhat csak vért? Nem, ez nem állampolgárság függő. Nem kérik le a TB rekordját? Nem kérik le, hogy milyen betegségei voltak? Nem, hiszen egy embernek lehet... A szűréseket önök végzik el. Mi végezzük el azokat a vizsgálatokat, ami transzfúzió szempontjából kockázatot jelenthet. Hadd adjak egy ötletet, aztán igen? Mondja azt, hogy nem igaz így a beszélgetés végén. Budapest és Magyarország a 10 kiemelt turisztikai célpont között van minden évben a világon. Miért nem lehet azt csinálni, hogy a japán testvéreink, akik ide jönnek, azt mondják, hogy kapnak egy ilyen hopon, hopof, ingyenes buszkörutat Budapesten, leviszik őket a Balatonra, mit tudom én, hogyha mindjárt akár Ferihegyen, akár magyar később. Magyar testbe japán vért. De miért ne? Tehát most miért nem ajánljuk fel a millió számra érkező turistáknak, hogy természetesen megfelelő szűrés mellett, hiszen azt mondja, hogy a vért önök szűrik, azt mondják, hogy kapnak valamiféle turisztika, parlamenti ingyenes belépőt, vagy nem tudom, amilyen állami szervvel megállapodnak, és akkor a milliónyi turista kisegít minket. A legegyszerűbb ezzel talán, hiszen a véradás biztonságának az alapja a véradó által kitöltött kérdőív. Na most gondoljon bele, alapvetően azért ez egy magyar nyelven zajló folyamat. Tehát ha most visszatérve a japán turistára, ha a japán turista hoz magával egy tolmácsot, vagy az idegenvező ott van vele, és a japán turista meghatalma az idegenvezőt, hogy valóban amit ő lefordít, az egy hiteles adat, akkor még akár nincs is kizárva. De önök végzik a vérnek a szűrését? Igen, mi végezzük. Legyen projektünk, én találok japán tolmácsokat. Találj japán tolmácsot, és akkor megbeszéljük. Ennél én még fontosabb az így van, hogy menjenek el vért adni, mert akkor bővítjük az adat, vagy bővítjük a bázist, és minél messzebb kerülünk attól a bizonyos két héttől. Például megtaláltam a legritkább vérnek a tulajdonosát, AB negatívból van, ugye most kevés ez a legritkább, ugye? Ez a legritkább, egyébként abból mindig kevesebb van, éppen azért meg legritkább. De legkevesebbre is van szükség. Minden vércsoport egyforma fontos. El kell mennem. Menjenek el vért adni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.